Hentesáru, különböző alapvető élelmiszerek, háztartási cikkek, tehát a mindennapi élethez szükséges áru beszerezhető ebben a Gába Vencselői üzletben. A bolt tulajdonosa több mint 25 éve indította vállalkozását, akkoriban két főt alkalmaztak, és leginkább csak zöldség árukat adtak el a helyieknek. Egy közelmúltbéli fejlesztésnek köszönhetően a vásárlók már tágas, teljes mértékben légkondicionált üzletben válogathatnak a különböző árucikkek között. Ami nem csak Gába Vencselő, hanem a környező települések számára is hiánypótló beruházás. Egy komolyabb fejlesztést szerettünk volna megcsinálni azelőtt, még mielőtt más ezt nem viszi véghez, és gondolkoztunk, hogy töltük az agyunkat előtte több mint két évig előkészítő munkálatokkal, aztán a mindenhonnan a legjobb dolgokat megpróbáltuk ellopni, ellesni, és aztán egy ilyen közel 400 négyzetméteres üzletet sikerült kialakítani. Bodó Sándor foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár azt mondta, a növekedni kívánó vidéki vállalkozások számíthatnak a kormány támogatására. Kiemelte, a válság utáni gazdasági újraindításban nagy szerepe van annak, hogy a kis- és középvállalkozások fejlesztésbe fognak, hiszen ezek újabb és újabb munkahelyeket teremtenek a kis településen élők számára. A támogatás pedig az, amit a kormányzat tud a közös pénzünkből biztosítani ezeknek a vállalkozásoknak, hiszen nagyon fontos munkahelyteremtő, munkahely megtartó szerepe van, de az egész hangulatát egy térségnek, egy településnek, egy városnak meghatározza, hogy ott milyen körülmények között tudnak élni, dolgozni az emberek. Így aztán, amikor arra gondolunk, hogy egy-egy fejlesztés kapcsán átadunk egy támogatókiratot, vagy átvágunk egy szalagot, akkor azért sokkal több dolog van a háttérben, egy egész hangulat, emberi hangulat, gazdasági tevékenység, vagyis egy kiszámítható magyar vidék. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, egy község számára a legfontosabb, hogy megmaradjon a népesség megtartó ereje. Vinnai Győző szerint ehhez a legfontosabb a munkahelyteremtés, amiben nem csak az önkormányzatoknak, hanem a településen működő vállalkozóknak is nagy szerepe van. Én azt gondolom, hogy az egész térségben ezzel a színvonallal nem vallunk szégyen, és azt is tudom mondani, hogy a pandémia alatt fejlesztett, tehát 2020-ban kezdődött ez a fejlesztés, most fejeződött be, van benne saját erő, ez nagyon lényeges, van benne egy 10 millió forintos OFÁS pályázat országos foglalkoztatási alapból, hiszen új munkahelyek is jöttek létre, és van benne egy 50 millió forintos növekedési hajráprogram, tehát ez a híres MNB-s hitel. Én azt gondolom, hogy ez most nem csak a családi vállalkozás életében jeles nap, hanem a település, sőt a térség életében is. A KED délután átadott üzlet szerdán nyitotta meg kapuit a vásárlók előtt.